Balsa, Szabolcs, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob és Tiszavasvári. Ez a hat település, amely része a nyíri mezőség integrált turisztikai fejlesztésének. A projekt célja, hogy a települések természeti adottságait kihasználva aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a látogatóknak. A turizmus szerintem minden tizedik embernek munkát ad Magyarországon. A pandémia átalakította az emberek szokásait. Szerintem sokkal többen fognak a Belföldi turizmusban vagy belföldön pihenni, ezt már mutatják az adatok, és hogyha a jövőben azt akarjuk, hogy minél több turista jöjjön Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Nyíregyházára és az említett Tiszaparti településekre, és minél több vendégészakát töltsön el itt, akkor fejleszteni kell az infrastruktúrát, turisztikai attrakciókat kell kialakítani. Talán két évvel ezelőtt döntött úgy a kormány, hogy Nyíregyháza és Tokaj, egy térségbe kerültünk Tokajjal, kiemelt turisztikai terület lesz, és a borsodi részek vagy a tokai részek mellett Tiszadó, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs Balsa és Gáva Vencsellő plusz Nyíregyháza került be a Tisza bal partjáról, illetve innen a megyeszékhelyről ebbe, ebbe a, ebbe a, a kiemelt turisztikai övezetbe. És ez azt jelenti, hogy fejleszteni kell a turisztikát. A térség országgyűlési képviselője 35 perc című műsorunkban elmondta, a isében többek között nagyon fontos vízi, ökoturisztikai, valamint kerékpáros hálózati fejlesztések is megvalósulnak. Hat település adta be itt a turisztikai pályázatát. Dob, dada és lök, Tisza Dob, Tiszadada és Tisza Lök szabadságot fejlesztett, kiválóan sikerült, főleg a Tisza löki, mert ott a holtág és az élő Tisza kapcsolódik. Itt ideírtam magamnak, hogy Tisztadóban alapinfrastruktúrát, rendezvénysátrat, mosdókat, vécéket, tehát homokosa partja ennek, ez nagyon jól sikerült, jól működik, elég szép látogató számmal. Tiszadadán szintén jól sikerült, kiszolgáló épületet, parkolót építettek az élő csodálatos Tiszaparton, és Tiszadobon is közösségépületet, helytörténet gyűjteményt, ott egy holtágnál van, ott még kell fejleszteni, bizonyos fejlesztések még várnak ránk. A képviselő hozzátette, még egy nagy programpontja van a nyíri mezőségnek, hiszen több mint 200 millió forint értékben alakítják át a Tomori kúriát Szabolcsban, amely interaktív módon mutatja be a látogatóknak a tizedik századi települést és történelmét. Emellett ennek a projektnek a részét képezte, többek között a Tiszavasvári Fehérszik mellett felállított kilátó is.